Faszika! Bácsa, szasz! Mi a helyzet, tesó? Hogy hívják a kismacskát? Tukó, spanyol. Hány hónapos? Kapd el őket! Hány hónapos? 6. 6, 7. Befogadtátok Mariccsal? Ez már az 50 kérdésből a második volt? Aha. nincs, most hát néha előfordul. Bírja a házi bulikat? Azokat nagyon. Ki a kedvenc vendég, akit nagyon kedvel, aki mondjuk jár hozzátok ide? Hát mindenkit kedvel. Jó nevelt itt szerintem. Senkivel nincs baja egyáltalán. Sportolsz mostanában? Hát, néha kondizgatok, de amúgy azért fáradtam meg, viszont sok koncert, meg sok este, de igyekszem. Melyik volt a kedvenc fesztiválod? Hát a Vácin a király volt, még nem is a legnagyobb fesztivál, de Vác az faszó volt. Hát a Világbalaton. Bazd meg anyád! Hányas alával? Káromkodik pipa közben a gyerekek. Pipázik? Nézzük meg! Hányos a lábam? 46. 46-os! Nézzük ember meg! Ember ilyen kamtizit geci. Marics Peti a pipa király! Szép! Faszikám! Ez melyik FIFA? Ilyen kamtizit vágy. De most olyan az úgy van, hogy el vannak dubva a kérdések, és észre kell szedni. De már kérdezett ilyen 6 ilyen apró kérdés, az el nem állni. Ez a 22-es. Ez a 22-es. PS5. Semmi nagyot, csak kicsivel. Te melyik olasz csapatnak drukkolsz? Forza Róma per Sempre. Csak a Róma. Csak a Róma. Lejjebb vagyom a tévét, Ordi. Lációsokat nem szereted? Rühellem. Ja, pont azon gondolkoztam, képzeld el, hogyha egy csajról kiderülne, hogy lációs, én valószínűleg én dobnám a csajt. És ez amúgy milyen para? Pedig lehetne fullos csaj is, de azt mondom lációs, akkor valami nincs rendben a csáv. Van amúgy női gálatok, hogy szőke vagy barna? Spori. Hát. Barna, brünett, izom. Mindig valamit mondok, azt tenni, ha megtörténik az ellenkezője is. Mármint nemileg, nem hajszínileg. Örültetek neki, hogy az égetanap bekerült a top 100-ba a Spotify-on Magyarországon? Az elismerés? Abszolút szerintem, de én amúgy remélem, hogy ilyen top 15-ben is benne van az idén lejátszásban. Nem tudom, hogy pontosan hanyadik, de hát azért 2 millió fölött nem sok zene van szerintem idén a Spotin. Ahhoz képest úgy fasza. Tehát top 100-ban kirajt benne vagyunk, de szerintem jóval szebbet is mondhatnánk róla egy top 15, de nem tudom pontosan. Aha. Milyen, melyik színű a kedvenc zokni, amit hordtok? Szent King, úristen, tesó! Ezt nézzük meg! Úristen, Sharawi, baby! Jó! Stefan! Kislövő! Kis zsugabubus, és tegyük ki bohózó! Kapufáról! Nah, ott tartottunk, hogy mi a kedvenc filmetek? Wall Street farkas izom, Red Flag a csajoknál. Van egy két komolyan film, amit szeretek, a Halálsoron, vagy a Halálsoron. Ha egy amerikai előadónak el kéne menni a koncertjére, ki lenne az? Post Malone, mondjuk már voltam a szigeten, de még egyszer mondjuk elmennék. Egy Travis Scott koncertet is amúgy adnék, biztos, hogy nagy hype. Most minden botrány ellenére amúgy, biztos, hogy nagy élmény amúgy. Ja. Petike? Poszti, én is voltam, szigetem volt szerencsém, de hát nekem ő a kedvenc. Főleg még egy Roddy Ricch-re elmennék. Csalódott vagy, hogy nem Zsorzsinyó kapta az aranylabdát? Hát én CR-nek adtam volna, de egyébként szerintem nem oké is ez így. Ez a Messi váltja, ez most nem érdemelte ki az én szemembe. Nyilván zseni, ezt nem lehet elvenni tőle, mint én most, ahogy Sarajó, hogy csinálgatom, az is vakmeleg. De amúgy én most ezt az évet nem adtam volna neki. Ki a kedvenc sportolod amúgy? Hát nekem Francesco Totti volt, amíg még játszott, ugye nemrég visszavonult sajnos, hogy a Rómába focizott. Kedvenc sportol jelenleg. Hát most a kicsit ez ilyen utódja, Nicolò Zaniolo, ő az, aki kicsit így a nyomdokaival lépett. Én a focit szeretem nagyon, úgyhogy ő igazán a kedvencem most. Kedvenc sportoló? Aha. Inkább teniszezőket mondanék, mert én teniszeztem sokáig, válogatott voltam, de hát mondjuk Rafael Nadal, Roger Federer, akik azonosultam könnyedén régen. Bort vagy sört szeretek inkább fogyasztani? Sörri. Sört inkább. Te ilyet miért kérdezel, amikor tudod? Nem, egy jó fröccsi, úgy az is komoly ezért, de inkább sört, ja. Fröccsi, az is jó. Amúgy nehogy azt mondják, hogy egy ágyba alszunk, mert nem. Bírtátok a turnét? Ugye? Szóval az volt a legdurvább, amikor augusztusban nagyon-nagyon sok koncertetek volt egymás után, azt bírtátok? Hát igazából kibírtuk, de azért megterhelő volt szerintem. Meg egyébként szerintem annyira durván ez... akkor nem tűnt fel nekünk, mert az volt az első ilyen vakmeleg hónap, hogy tényleg 25 buli. De egyébként a végére megéreztük nagyon hát, a nyárra. Persze, hogy csodálkozó mély, vagy szarul mély, vagy letörve, még ennek aztán igazából nem kell túl gondolni, mert amiatt, hogy megtörtént, ja, az egész. Mi az a tulajdonság, amit a másikban nagyon bírsz? Remélem lesz az utász is. Nem, az nem lesz. Jó, Milán, már akkor viszont 20 percig itt leszünk. De hogy is, majd a vonatunk. Hát, úgy...
több szempontból lehet nézni. A Tamás az Tecsó! Kiéza! 0-1-re! Kiéza! Ja, nem is jó, mert ez. Bulibáró, meg az élet. Lehet egy kicsit halkabban, mert másik. És ez a fara, hogy nézd, ő van az én szobában. Bevartad, Batya? Oda nézd. Éj, és a másik filót is kipog hálasztó. Júj. Na, szóval mi az, hogy amúgy nagyon jó szituáció megoldó képessége van. Tehát amúgy mindenhez azonosul nagyon könnyedén, akár legyen szó koncertről, mindenféle körülményről, úgyhogy ez amúgy jó dolog. Bár ez egy ilyen extra különbség, ritka. Ja. Petikert a Milánban. Ez jól esett. Tess, ez jól esett, jó, és jó, hogy ezt így mondtad. És nem akartam átlagosat mondani, mondom. Ja. Nekem az, hogy a Milánnak van egy olyan életereje, meg szenvedélye, ami nagyon durván kulcsfontosságú például itt a zenei pályán is, hogy megmaradjon egy olyan szenvedélyed a zene iránt, ami miatt fent tudsz maradni. Nagyon sokan azért tényleg ki tudnak égni, meg ez is tényleg nagyon fárasztó tud lenni, amellett, hogy ez egy kicsit jó meló. Ha ruhát rendelsz, akkor inkább, vagy hogyha elmész inkább venni boltba ruhát nézni, vagy rendelsz inkább? Én igazából kapom. Aha. Tudod, tesi? Mert nagyon lusta vagyok vásárolni. Aha. Rendelni azért nem szeretek, mert akkor lehet, hogy tök más méret, nem úgy álltod, ahogy... És eljárkál meg plázol, meg nagyon nincs kedve. Hallod, ha vele lenne Starbucks és megszervezhetnéd, akkor ki lenne mondjuk az a párcel, akit összeengedni, bunyóztatni? Párceleved? Aha. Akit nagyon megnéznék? Fú, basszus. Ez sem lehet valakivel összerakni, ez sem fixált. Ott mi lenne? Vagy a Fluor, ő is nagyon vicces, hogy ő így... Olyan ilyen antiverekedős. Most írt SMS-t. Hogy kemény. Nem, hogy üdvözöl. De nem biztos, hogy azt. Hogy üdvözöl? Mikor sírtál utoljára? Várjál, mi volt? Valami miatt sírtam mostanában, de mi volt az? Biztos, hogy ilyen Rómást tudsz, vagy én Rómát 7 éves korom óta szeretem, és tudod, amikor ilyen gyerekkori fanatikusra felnősz, azután sokszor az adik, és akkor ilyen megmagyarázhatatlanul van egy ilyen kötődés, vágod, és akkor ilyen valami rómás dolog volt, de már nem emlékszem, hogy mi volt. Van Totti posztered otthon? Volt a gyerekszobában? Volt, persze. Tele van. Mikor vettél utoljára CD-t? Ettél valaha CD-t? Nem. Szóval otthon volt mindig. Szerintem. Ugye, amikor felnőttünk, akkor Muteréknek az volt. Ez a kaja. YouTube-on vagy Spotify-on hallgat zenét? Spotify, tesó. YouTube az megáll, tudod, nincs, nem vettem premiumot, Spotify-on, csak az megáll. TikTokon szoktak jelölgetni? Ott be se lehet jelölni, te. Vagyis, hogy nem ismerősnek, de így taggelni lehet? Hát taggelgetni szoktak. Amikor finkasz, akkor lesütöd a szemed? Lecsukom a szemed? Aha. Nem, akkor mindig így, fú. Köszönjük. Köszönjük, ennyi. Mi a kedvenc kajád? Ez meg bolonyai, nem tudom, szaroljuk kajád. Bolonyai nagyon jó. Milán? Húsleves talán. Ja. Ha lenne kutyátok, akkor milyen kutyával élnétek együtt? Milyen fajtával? Rövidszörű labrador, talán a nagyobb testű inkább labrador, de hát azt nem engedheti meg az éles stílus, úgyhogy én még nincs kutya, csak macska. Akkor egyik spanomnak van egy Rottweiler kánekorzó keveréke, és az annyira durván néz ki, hogy én egy olyat csinálnék. Készpénzre vagy kártyába fizettek inkább, hogy elmentek valahova? Kártya egyszerű, csak azt nem figyel az ember, mennyit költ. Azt csak pittyekteti, tudod? Az csak monopoli pénz van. Pittyekteti, mint a flippert a búcsúban? Ő fahosszú. De hát változó, inkább kártyával szerintem. Amúgy, ha csajozol, akkor gizdább, csak lepittyektetni a kártyát. Nem, akkor mi, ahol gáltad? Faszodat. Ez egy csaj. De nem az enyém, a világé. Let's go, Milán! Egyetbe! Úristen, engedd a házi sárkát 93-ban, persze.